Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió regionális híradója június 12-én szerdán. Elkezdődött a Moson-Magyaróvári vár felújítása. Véget ért a burkolatjavítás az M1-esen Tatabányánál, és kezdődik a rájátszás a hazai amerikai futballbajnokságban. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Egyelőre nincs szükség vízkorlátozásra Győrben a hőség miatt, a kánikula azonban megterheli a szervezetet. 16 közösség és rászoruló tehetség kaphat támogatást a 10. Kantarosz jótékonysági gála bevételéből, több mint 18 millió forint gyűlt össze a borárverésen. Győrszemerén rendezték az erős emberek számára az idei kamionhúzó Masters magyar bajnokságot, a versenyzők egy 11,5 tonnás járművet húztak el. És marad a forró, nyárias időjárás, adásunk végén mondjuk, hogy mikor várható csapadék térségünkben. Térségünkben a hőség érkezésével megnőtt a vízfogyasztás, főként Győr déli részében, de vízkorlátozásra nincs szükség, tudtuk meg Tóth Lászlótól, a Pannonvíz Dispatcher szolgálatának vezetőjétől. A meleg időjárás azonban megterhelő a szervezet számára. Dézsi Csaba András, a győri Petszaladár kórház kardiológusa elmondta, a hirtelen jött nagy melegben érdemes óvni bőrünket, figyelnünk kell a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra, valamint a kinti tennivalókat igyekezzünk kora reggel vagy késő délután elvégezni. Megérkezett a nyár, nagy a hőség. Napközben sokan csak a vízpartokon vagy a klímás helyeken bírják ezt a meleget. Dr. Dézsi Csaba, a győri Petszaladár kórház kardiológusa elmondta, a tartó szabadban végzett munkát kora reggelre vagy késő délutánra érdemes tenni, és felhívta a figyelmet bőrünk védelmére is. Nagyon fontos az, hogy például napszúrást ne kapjunk, ehhez vagy egy fehér ilyen kis sityakot, vagy baseball sapkát, vagy pedig hölgyek szalmakalapot vegyenek föl, egy kis, egy olyan klasszikusan védekezni kell napsütéstől, illetőleg, hogyha valaki azt mondja, hogy strandra megy, vagy nyaralás közben inkább a fél árnyékba kell húzódni az erős napsütéstől, ami egyébként 11 órától olyan 3 óráig a legveszélyesebb. A főorvos hozzátette, napközben többször is érdemes letusolni. A hirtelen jött nagy meleg azonban a környék vízfogyasztását is nagyban befolyásolja. A fogyasztás leginkább abban, azokban a körzetekben nőtt meg, ahol újépítésű, úgynevezett gazdagabb családi házak vannak, ahol azért már bőséggel előfordulnak úszómedencék, automata locsoló berendezések. Itt szerintem másfél-kétszeres is lehet a fogyasztás növekedés. A normál városi körzetekben is nőtt a fogyasztás, hiszen azért többet isznak, többet zuhanyoznak az emberek, de a legmarkánsabb növekedés ezeken a területeken, főleg Győrnek a déli kerületeiben tapasztalható. A hőség szinte mindenkit megvisel, de vannak, akik szeretik ezt a jó időt. Én bírom a meleget, szeretem, sokat járok úszni, jövök, megyek ide, kijárok, itt ki lehet bírni, mint nyugdíjas már, ugye, időm engedi. A Csónakos szobornál és a Dunakapu téren a napokban alakítják ki a megszokott párakapukat a hűsölni vágyók számára. Elkezdődött a Moson-Magyaróvári vár felújítása. A bontási és régészeti munkákkal végeztek a szakemberek, így az 1 milliárd 300 millió forintos fejlesztés is elkezdődhet, írja a Kisalföld. A renoválás részleges lesz, hiszen a földszinti terek és az udvar újul meg. Ez ad otthont a jövőben a különböző kulturális rendezvényeknek és koncerteknek, a homlokzat azonban érintetlen marad. A kivitelezési munkák még idén befejeződnek, jövőre pedig a tervek szerint 3 állandó kiállítás nyílik az épületben. Megint nagyot csökken az üzemanyagok ára. A benzin és a gázolaj is 9-9 forinttal lesz olcsóbb péntektől. A változtatás után a 95-ös átlagára 382 forintra változik, míg a dízel 388 forint lesz a hazai töltőállomásokon. 3 hét alatt 26 forinttal lett olcsóbb a benzin és 28-al a gázolaj. Érdemes egyébként figyelni a tankolás helyére is, hiszen akár 50 forintos különbség is előfordulhat a kutak árai között. Véget ért a március óta tartó burkolatfelújítás az M1-es autópályán Tatabánya óvárosi és újvárosi lehajtója között, tájékoztatotta a Magyar Közút Nonprofit ZRT.
Már bontják a felújításhoz kiépített tereléseket a pálya mindkét oldalán, a munkálatokat csütörtökön fejezik be. A munkák idejére félpályán lezárják a forgalmat, ezután viszont már teljes szélességében lehet használni a strádát az érintett szakaszon. 16 közösség és rászoruló tehetség kaphat támogatást a 10. Kantarosz jótékonysági gála bevételéből. A jubileumi rendezvényen több mint 18 millió forintos rekordösszeg gyűlt össze, a rendezvényen valamennyi felajánlott tétel a kikiáltási ár felett kelt el. 1,2 millió először, másodszor, harmadszor gratulálok! Az Oxigén Média licitált a legeredményesebben a Pannonhalmi Pálinkárium pálinka csomagjára. Barabás Attila felajánlása lett az idei év legdrágábban elkelt tétele. Az egyes darabok egyébként kivétel nélkül jóval a kikiáltási ár felett találtak gazdára. Ez is eredményezheti, hogy idén rekordbevétellel zárult a Kantarosz gála. 38 darab pályázat érkezett be, közel 50 millió forintos támogatás igényel. Hát gondoltuk, hogy ekkor összeg semmiképpen nem tudunk biztosítani mindenkinek, ezért egy szervezőbizottság 16 pályázatot választott ki, 12 millió 450 ezer forint értékben. Ekkor ez még csak egy ígéret volt, és bíztunk benne, hogy ez be is fog érkezni. 38 támogatónak köszönhetően, tehát 38 céggel kötöttünk támogatási szerződést, az ő jóvoltukból beérkezett ez az összeg, és sokkal több, mint amit eredetileg számoltunk, mert tényleg az idén 18 millió 450 ezer forint rekordösszegű támogatás érkezett. Hazánk egyik legnagyobb jótékonysági rendezvényéhez egyébként az évek alatt 55 borász és 2 pálinka főzde csatlakozott. Az adományok ezúttal is célba értek, a támogatottak között pedig most is szerepel a Gézengúz Alapítvány is, amely egy speciális tartáskorrigáló eszközt vásárol az összegből. A ruhához tudnám hasonlítani, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a felső rész olyan, mint egy kis mellény. A csípő rész, a térd, illetve a bokánál egy ilyen rögzítést ad, ha kell. Ha kell, akkor korrigál. Egy nagyon könnyű, elasztikus, légáteresztő támasztó, segédeszköz olyan gyerekek részére, ahol esetleg az izomtónussal van baj, mert egy kicsit lazább a tónusuk, és akkor a törzset megtámasztja. Ha egy kicsit feszesebb a tónusuk, akkor a mozgás segíti. De nagyon jók a tapasztalatok a magatartás autista gyermekeknél, akik ezt használják, hiszen egy kicsit korrigáltabb, összerendezettebbé teszi a mozgást. Idén is támogatásban részesültek rászorulók, sérültek és tehetséges fiatalok is. Keszei Johanna is például a gálának köszönhetően tud külföldi egyetemekre felvételizni. Ráadásul kijutott egy hollandiai nívós fuvola versenyre is, ahol első helyezést ért el. Hatalmas öröm, és nagyon bízom a továbbiakban, hogy megérte, és hogy minden olyan álmom valóra válik ennek segítségével, amit eddig valahogy is reméltem. A tervek szerint a Kantarosz gálát jövőre is megrendezik a szervezők, így még többen kaphatnak támogatást álmaik, céljaik megvalósításához. A Honey Beast zenél a múzeumok éjszakáján. Június 20-ától 23-áig várja az érdeklődőket a rendezvény, ahol a megszokott kiállítások, műhelyfoglalkozások és a gasztronómia mellett idén régi autókkal is találkozhatnak a kilátogatók. Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója elmondta, a családok számára is kedvező jegyárat határoztak meg. A múzeumok éjszakája országos nagy rendezvény programjaként Győrben az idei évben is 11 múzeumi épület várja majd az érdeklődőket. A 4 napos programsorozat elsősorban a művészet kedvelő, igényes szórakozásra vágyóknak szól. Természetesen nem lesz hiány időszaki és állandó kiállítások megtekintésében sem. Nagy szeretettel várunk mindenkit a táncfesztivállal együtt egy remek koncertre, amelyet a Honey Beast fog majd biztosítani a Széchenyi téren a szombati nap fontos főzáró eseményeként. A szervezők a családok számára is kedvező jegyárat határoztak meg. Az idei év egyik fontos újítása, hogy családi kedvezménnyel is látogatható a rendezvény, tehát 13 év alatt egy jeggyel ingyenesen látogathatják a résztvevők a rendezvényt. Úgy gondoltuk, hogy így a családok számára még inkább elérhetővé válik a program. A programot tekintve több újítás is lesz idén. Az állandó és időszaki kiállítások, a kreatív műhelyfoglalkozások, a gasztronómia, valamint a kortárs zene mellett.
Első alkalommal csatlakozik hozzánk a 90 éves Győri Autóklub, akik nagyszerű járművekkel teszik szebbé a szabadtéri múzeum élményét, hiszen a Király utcában lesznek majd megtekinthetők ezek az autók, amelyek tulajdonosai pedig nagyszerű bemutatást is adnak az egyes gépjárművek kapcsán. Ez szépen csatlakozik ahhoz a kezdeményezésünkhöz, hogy immár harmadik alkalommal rendezzük meg a Győri Food Truck Show-t, ahol az ország legfinomabb járművei hozzák el a gasztronómia világát mindannyiunk számára. A Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szervezte kezdeményezés június 20-tól 23-áig tart. Népzene, néptánc, mindez a Dunaparton ragyogó napsütésben, idén is a sokszínűség jegyében telt a Ladikos Fesztivál, amelynek már 14. alkalommal adott otthont mecsér. Népszerű zenekarok, énekesek és tánccsoportok váltották egymást a színpadon, közben pedig a látogatók kézműves termékek, finom ételek és italok között is válogathattak. Már kora délután ropták a táncot a Dunaparton felállított színpadon. Az idei volt a 14. Ladikos Fesztivál mecséren, amely ezúttal is a magyar népzenei élet legnevesebb előadóit vonultatta fel. Van egy kiemelt vendégük idén, Sebestyén Mártát és Andrészki Juditot sikerült meggyőzni, hogy eljöjjenek, ők a templomba lesznek, de itt lesz a Vujicsics együttes, aki 45 éves idén, a Söndörgő, a Dűvő, a Kalottaszegi Banda, tehát komoly arzenál. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a teljes magyar diaszpóra népzenei kincsét, és nem csak az idősebbeknek, hanem a fiataloknak is. Minden résztvevőnél van olyan dallamkincs, van olyan ritmika, amit a fiatalok is abszolút magukénak tudnak érezni. Tehát egy szép kalott, az egy csárdás, az tulajdonképpen egy rock'n'rollnak felfogható, tehát abszolút élvezik, és szerintem azért fontos, hogy ezt bemutatjuk évről évre, hogy a fiatalság ezzel ismerkedjen, és próbáljuk meg visszahozni azokat a szép értékeinket, amiben én nagyon hiszek, és ezért csináljuk a fesztivált tulajdonképpen. Sokan voltak kíváncsiak a Nógrád megyei Dobroda zenekar koncertjére, és persze azok is megtalálták számításukat, akik valamilyen kézműves portékával szerették volna bővíteni gyűjteményüket. Ki lehetett próbálni a korongozást, de enni és inni való is volt bőven az éjszakában nyúló fesztiválon. Kedves egészséged, ez melyik? Jó világos lesz. Jó idős van még, szeressük nézni ezt a műsort, meg az emberek is. Sokan kijönnek, idegenek Győrből is, vidékből is, úgyhogy nagyon jó ez. Csak a jó idő legyen, meg el ne roncsa idő ezt a műsort. Jártak már egyébként Ladikos Fesztiválon? Hogyne, én ide valósi vagyok, mecséri vagyok. Mi az, ami nagyon tetszik önnek ebben? Legjobban a muzsika. Mi Szolnokról jöttünk, ott például nemrég volt néptánc fesztivál, tehát így a kettő így össze, így ezek így összeérnek szerintem a különböző ilyen néphagyomány, népzenei jellegű rendezvények. Te szívedhez mennyire állnak közel ezek a rendezvények, a népzene akár? Én szeretem a magyar népzenét, nem mondom, hogy kifejezetten művelője és hallgatója vagyok, de szerintem az igényes népzene az ugyanolyan fontos, mint bármilyen zenei műfaj jelenleg. A szervezők már most gondolkodnak azon, kiket hívjanak meg majd a következő Ladikos Fesztiválra, hiszen az lesz majd a 15. A statisztikák szerint a 16 és 17 éves korosztályt fenyegetik leginkább a droghasználat veszélyei. A 10. és 11. osztályos tanulók ugyanis befolyásolhatóságuk miatt könnyebben nyúlnak az egyes szerekhez, mint idősebb, érettebb társaik. A nyári szünethez közeledve épp ezért szerveztek prevenciós napot a Győri Pálfi Miklós iskolában. Az intézmény és a rendőrség közös akciójának a célja az volt, hogy a fiatalok tisztában legyenek a szünidő alatt rájuk leselkedő veszélyekkel, az esetleges tetteik következményeivel, és megtanuljanak jó döntést hozni. Gyere, hopp!
Bevetésen Gina a drogkereső kutya a Páfi iskolában, az állatnak mintegy 1500-szor élesebb a szimata az embernél, így pár másodperc alatt rá is bukkan a bokor aljában elrejtett kábítószerre. Nem éles akcióról van szó, a diákok a prevenciós nap részeként láthatták, hogy hogyan is dolgozik egy szolgálati kutya. Az iskola és a rendőrség egész évben együttműködik annak érdekében, hogy a tanulók tisztában legyenek a rájuk leselkedő veszélyekkel és esetleges tetteik következményeivel. Ez pedig a nyári szünet beköszönte előtt pár nappal különösen fontos, mondják a szakemberek. Nagyon befolyásolható életkorban vannak. Úgy ők már az a korosztály, aki a nyáron jobbára bulival tölti az idejét, mindenféle, ugye ezt meg is erősíti az országos olyan programok, mint a Balatonnál, mint Sopronban, ugye sorolhatnám, hogy milyen országos olyan programok vannak. És ez mind a buliról szól, sajnos a bulinak van egy árnyoldala is. A bűncselekmény elkövetői is jelen vannak ezeken a helyszíneken, és mindenféle dolgokra csábítják a fiatalokat. Ők talán a legveszélyeztetettebbek ebben az egész dologban, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan információkkal rendelkezzenek, ami valóban segíti őket a megelőzésben, tehát felismerjék azokat a helyzeteket, amikor ők esetleg veszélynek vannak kitéve, és tényleg helyesen tudjanak dönteni a saját érdekükben ezekben a helyzetekben. A Dönts okosan, a tetteidért te vagy a felelős elnevezésű prevenciós napon a diákok betekintést nyerhettek a rendőrség munkájába, elsajátíthatták az újraélesztés alapjait, és játékos önismereti feladatokban is részt vehettek. Szóba kerülnek a különböző szenvedélybetegségekkel összefüggő ismeretek, aztán igazából megismerkedhetnek azzal is, hogy a rendőrség munkája ezen a területen milyen eszközökkel, milyen módszerek bevetésével történik. Aztán a színes tér tevékenységével is megismerkedhetnek a tanulók, és hát több egyéb ilyen kisebb csoportokban megvalósuló foglalkozáson is részt vesznek a tanulók. A tanácsaink a fiatalok számára, hogy legyenek tisztában önmagukkal, és próbálják meg leszűrni azokat a felők áramló információkat ebből, hogy milyen pozitívan tud építkezni, és hogyha bármilyen bizonytalansága van, hogy ebből én negatívan jöhetök ki, vagy akár megbetegedhetek, áldozatul esetek egy adott dolognak, akkor időben ébredjenek fel, és mondjanak nemet. A diákok szerint is fontos a prevenció, ők ugyanis saját bőrükön érzik annak szükségét, főleg a kábítószerekkel kapcsolatban. Látok olyan embereket, akik igazából azt se tudják, hogy mit csinálnak, és rossz döntéseket hoznak folyamatosan. A fiataloknál ez mindig egy nagy veszély szerintem. Hát ezzel foglalkozni kell, és az iskola foglalkozik is. Sok előadást tartottak nekünk a drogokról, ennek a veszélyeiről, az alkoholfogyasztásról, a függőségekről, és ugye ennek a veszélyről, és hogy hogyan tudjuk ezt elkerülni. A prevenciós napon a 10. és a 11. osztályok tanulói vettek részt. A szezon legfontosabb mérkőzésére készül a Győr Sharks a hétvégén. A rájátszásban a győriek a Kiev Capitals csapatát fogadják vasárnap Nyúlon. A találkozó győztese az elődöntőben a Budapest Wolves otthonába látogat június 22-én, a mostani találkozó 14 órakor kezdődik. Az alapszakaszban egyébként kikaptak a cápák az ukrán csapattól, de rendkívül szoros mérkőzésen tudtak csak a negyedik negyedben felülkerekedni a hazaiakon. Győrszemerén rendezték az erős emberek számára az idei kamionhúzó Masters magyar bajnokságot. A versenyzőknek hámmal és kötéllel is egyaránt 20-20 méterre kellett elhúzni a 11,5 tonnás járművet. Nem gondoltam, vagy nem is reménykedtem benne, hogy ilyen jól fog sikerülni. Nagyon nagy élmény, örülök, fáradt vagyok, boldogságban. Új bajnokot avattak a Masters kamionhúzó magyar bajnokságon. Kis Attila kiegyensúlyozott teljesítménnyel nyert, hámmal olyan gyorsan elhúzta a 11,5 tonnás kamiont, hogy még az Open mezőnyben sem tudtak nála jobb időt menni. Versenyzőtársak jó tanácsokkal láttak el, segítség, hogy induljak el, és szerencsém volt talán, hogy nem csúsztam meg, mint a többiek, mert elég gyenge volt, tehát rossz volt a talaj, ugye füves, csúszós. A mosomagyarovári német Robert korábban nyert már bajnoki címet, most az ülvehúzásban volt a legjobb, összetettben viszont, ha csak egy kicsivel is, de Attila mögé szorult. Tavaly legyőztek, idén megint, úgyhogy már merem nem a régi forró, de még itt vagyunk. Most összetettben úgy érzem, hogy jó lett, a kötelék kézzel azt nyertem,
másikban negyedik, így szerintem végelszámolásban azt hiszem, ha jól számoltam, a második helyre tudok felállni, de hát a szezonnak még nincs vége. Még ugye lesznek a Masters fordulók, akkor itt van az a kamionhúzó liga forduló, akkor lesz még a páros megyék csatája, amire visszavárnak, mert tavaly megnyertük, úgyhogy még nincs vége a szezonnak, még októberig lesz kínzás. A nyílt kategóriában a felföldi atléták sikerét hozta a nap. Hámmal az icsiújfalui Vas István volt a legjobb, összetettben végül ő is pár tizeddel a második helyre szorult. Én egy skót felföldi világkupára készülök. Úgy gondoltam, hogy edzésnek vagy szintfelmérésnek tökéletes lesz ez a verseny. Próbáltam mindent beleadni, külön örültem neki, hogy meg is tudtam nyerni. Itt az ülvehúzás az, ami fog dönteni, mert ott egy kicsit elrontottam. A felföldi bajnokság idei ezüstérmese, a korábbi bóthúzó világbajnoki résztvevő Mészáros Dávid az ülvehúzásnál ledolgozta az első számban összetett hátrányát, ebben sokat segített neki az, hogy korábban őszedte a többieknek a kötelet, így megfigyelte a helyes technikát. Eléggé meglepődtem rajtam, mert az elején, amikor állva nekiálltam húzni, ez a kötél kb. Olyan volt, mint a gumipók, és mikor egy kicsit ülve már engedtem rajta, húzott visszafele, és sajnos muszáj volt ilyen hátkéz kombinációban megolni. Oldani, meg nem is csúszott ugye a gatyám, hogy szomból is tudtam volna húzni a kamiont, úgyhogy kicsit bíztam a szerencsére, hogy kézből meg hátból húzom. A nap legnagyobb harcát Darázs Ádámtól láttuk. Az erős ember legendának ezúttal nem az első helyért, sokkal inkább önmagával kellett megküzdenie, de mint mindig most is megnyerte a párharcot. Nagyon fáradtan jöttem, még gondolkodtam azon is, hogy egyáltalán elinduljak, mert nem éreztem magamat csúcsformába, idézőjelben, amilyen csúcsformát lehet hozni ezzel a térsérüléssel, meg a minden. Elfogytam a felénél, tehát én az utolsó pár méteren nem is tudom, hogy hogyan húztam. Nem volt jó. A hámalhúzásnál ez nem ütközött annyira ki, viszont amikor ülve kötéllel kellett húzni, azt hittem, hogy megállt a kamion. Tehát ott nagyon belassultam az utolsó harmadában, én úgy éreztem. Nagyon nehéz volt, nem esett jól. Az időeredmény az ilyen, nem hiszem, hogy így be lehet fejezni, abba lehet hagyni. Szerintem annyiszor senki nem mászhat vissza a dobogó tetejére, mint én, úgyhogy még jövök. Az Eurotrade kupa sorozatának következő állomása júliusban Szegeden lesz. Egyelőre nincs szükség vízkorlátozásra Győrben a hőség miatt, a kánikula azonban megterheli a szervezetet. 16 közösség és rászoruló tehetség kaphat támogatást a 10. Kantarosz jótékonysági gála bevételéből, több mint 18 millió forint gyűlt össze a borárverésen. Győr-Szemerén rendezték az erős emberek számára az idei kamionhúzó Masters Magyar Bajnokságot, a versenyzők egy 11,5 tonnás járművet húztak el. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csütörtökön a nappali középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot térségünkben. Marad az alapvetően napos, füllet időjárás nagyon erős UVB sugárzással a déli, kora délutáni időszakban. Délután fátyol és mérsékelt gomoly felhőzet adhat itt-ott árnyékot. Csapadék nem valószínű. Éjjel zömében nyugodt, füllet, lassan frissülő időre készülhetünk. Pénteken folytatódik a hőség, mindenhol 30 fok feletti hőmérsékletre kell számítani. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás a hosszabb távú előrejelzések szerint. Szombaton tovább fokozódik a meleg, már többfelé elérheti a 35 fokot a maximum hőmérséklet. Nyugaton élénkebb szél ígérkezik. Vasárnap egy északnyugat felől érkező hidegfront alakítja előreláthatólag az időjárást, délután sokfelé lesz zápor, zivatar. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió hírműsorát látták június 12-én szerdán. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket megtalálják weboldalunkon a www.o2hír.hu-n és az Oxigén hírügynökség Facebook oldalán. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órától várjuk Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!